Sokan kérdeztétek, hogy lófasz, senki nem kérdezte, ezt csak így mondani szoktuk, hogy hitelesítsük saját magunkat, hogy úgy tűnjön, mintha bárkit is érdekelne az, amit csinálnánk, illetve hogy elhitessük azt, hogy igazából a nézők igényei mentén haladunk. Ez nem igazán így van, általában azzal, hogy próbáljuk befolyásolni a nézőket minden szempontból, reklámokkal, kontentekkel, mindennel, hát hiszen mi más értelme lenne, hát hogyha ti mondanátok meg, hogy mire lenne szükségetek, akkor csak cicás videóból és pornóból állna az internet. Azzal szeretném kezdeni, hogy basszák meg magukat a buzik, a zsidók, a cigányok, a mindenki, aki külföldi, bassza meg magát a közhangulat. Nem erről kéne szólni ennek a vlognak, hanem arról, hogy mit dolgozom, meg hogy milyen fasz a projektekben veszek részt. Ám a kettő összefügg, hogy elkezdek arról beszélni, hogy milyen fasz a projektjeim vannak, akkor megy a izé, hogy mit? Azt, hogyha elkezdek arról beszélni, hogy mondjuk mit tudom én, akkor meg mit? Ezt elkezdesz arról beszélni, hogy környezetvédelem, akkor mit? Az emberek nagyon okosak. Mindannyian. Tik is nagyon okosok vagytok, meg én is nagyon okos vagyok. És mindenki baszottú kurvára tudja, hogy mit, hogyan, miért. Minél jobban képben vagytok azzal, hogy mi minden hülye, rajtam kívül, ugye? Már én, hát én, nekem mindenre van okom, érted? Egészen addig, amíg azt képzelitek, nem ti, hanem azok a hülyék, akik azt képzelik, na, hogy ők találnak önigazolást arra, amit csinálnak, de más biztos nem találhat, mert ő hülye. Egészen addig azért van rendben a világ, mert ugyanis a kapitalizmus, globalizmus és mindenféle ilyen imperializmus arról szól, hogy vannak azok az emberek, akik pontosan értik az összefüggéseket, ennek az egésznek a működési elvét, és ezeket tudják használni. És vannak eszközeik, és van pénzük, meg hatalmuk. Meg van olyan karizmájuk, hogy mindazoknak az embereknek, akik viszont ezt nem fogadják el, mert lázadnak, azokat gyönyörűen bele lehet vinni mindenféle olyan dologba, hogy hát valamit megvásároljanak, valami mellett kiálljanak, valami ellen harcoljanak, valami legyen. De ez a rohadt nagy proaktivitás, hogy kimegyünk, bemegyünk kordiálni, mert buzit termelnek a gyárba. Ez egyébként globális szinten, ha ez egy jó krízis kommunikációval meg van támogatva, krízis kommunikációval, akkor ez jó. Sokkal jobb, mint az, hogyha az emberek elfogadnák azt, amiben élnek, és mindenki szépen bemenne a boltba, azt megvásárolná a dolgokat. Mert akkor az emberek eltűnjúlnak a gecibe, és olyanok lesznek, mint a svájciak. És akkor a svájciak nem érzik nagyon jól magukat, és ezért nem csinálnak semmit. És Svájc eltűnne a faszba, hogyha egyébként különböző, nem tudom, ilyen kétes hátterű, harmadik világbeli diktátor arcok nem hordanák oda lapátszámra az aranyat. De ők ezt megtehetik. A világ nagy része viszont nem teheti meg. Szóval addig jó, míg Kádár él, és addig jó, míg az emberek okosabbnak hiszik magukat mindenki másnál. Mert abból feszültségek lesznek, és a feszültség azért nagyon jó, ismerjük a feszültséget, mert például a elemben is van feszültség, és akkor mennek a elektronok, és abból lesz áram, és az áram meg jó, mert az világít. És a világítás azért jó, mert el lehet adni azoknak a hülyéknek, akik feszültségben vannak benne, érted? Szóval ambivalens részemről egy picit, mert rendkívül kiábrándító az, amilyen ostobasággal találkozom mindenhol. Rendkívül idegesítő és még jobban elszomorító az, hogy látom azt a réteget, ez nagyjából a média munkások rétege, akik meg ezt gerjesztik. Akár ez oldal, akár az oldal, teljesen tök mindegy. De teljesen mindegy, hogy te most környezetvédő vagy, antiglobalista vagy globalista vagy te most a melegek ellen vagy a melegek jogaiért mész ki.
Ez mindenképpen egy generált dolog. De ezt tudjuk, tehát ez nincs sem baj. Viszont nekem az egy problémám van ezzel az egésszel, hogy viszonylag kevés olyan embert ismerek, és viszonylag kevés olyan emberrel tartom a kapcsolatot, sajnos, és szeretném, hogyha ez megváltozna, akik viszont nem vesznek részt ebben a hergelésben, hőbörgésben, hanem kvázi ezt felülről irányítják. És mindenféle ideológia, érzelem és mindenféle düh mentesen egyszerűen stratégiailag megtervezik ezeket a ellentéteket a világban. Ugyanis ezek az emberek élnek nagyon jól. Ezek az emberek azok, akik ilyen elképzelhetetlen módon szigeteket vásárolnak, meg olyan jaktot, hogy így meg nem tudod mondani, mennyit fogyaszt. Mert ha megnézed, lényegében kurvára tök mindegy. Tehát kurvára tök mindegy, hogy te megveszed-e a kólát, vagy nem. Hogy te, amikor elmész a boltba, akkor kéred, vagy elmész a bárba, akkor te kéred-e a szívószálat, vagy nem. Mert az az üveg, az az üdítő, az a lófasz, az a gép, az a bármi, az az áram, amit te ott használsz, miközben fogyasztasz, miközben te valamit csinálsz az életben, az mind-mind-mind káros, az mind-mind-mind energiafelhasználás, és az mind-mind-mind káros energia előállítás. Persze, vannak okosok, akik meg azt mondják, hogy szélerőmű, meg naperőmű, de azokat is elő kell állítani. Na most oké, demagógia, hogyha azokat is elő kell állítani, de azok is kopnak, ugye? Mert hát a globalizmusnak az a lényege, hogy hát szervizelni kell ezeket a dolgokat. És akkor utánpótlást kell meggyártani, ahhoz ugyanúgy víz kell, tehát hogy gyakorlatilag az ember a tevékenysége okán, az úgymond ipari forradalom következményeként egyszerűen nem bírja nem pusztítani a bolygót. De ez egy nagyon rossz mondás, hiszen nem a bolygót pusztítjuk úgy elsősorban, hanem hosszú távon saját magunkat. Tehát a bolygó az nagyon-nagyon rendben lesz. Tehát még akkor is rendben volt, amikor bebaszódott a kurva, egy meteorosz kipusztultak a dinók. Meg akkor is rendben volt, amikor itt még ilyen izék, ilyen egysejtűek voltak. Tehát a bolygó úgy önmagában, mint egy organikus, vegyük azt, hogy élőlény, földanya, ilyesmi, az teljesen gyönyörűen meg lesz bármilyen formában, hiszen ő akármilyen formájában ő egy élőlény. Itt igazából a saját életterünket, meg az életkörülményeinket veszélyeztetjük azáltal, hogy mondjuk a légkört olyan gázok fogják alkotni, ami nem túl egészséges. Meg hogy mondjuk az UV-sugárzás akkora lesz, hogy leégeti a bőröd, meg elolvadnak a házak. Meg olyan szárazság lesz, hogy nem lesz mit enni, inni. De ez, mondom, ez csak az emberre veszélyes. De az ember saját magára veszélyes. Azt gondolom, hogy az ember egyéni szinten okos bír lenni. Tehát amikor leülsz egyedül megoldani egy matek témazárót, vagy érettségit, vagy nem tudom, leülsz és egy PhD-t megírsz, akkor ott egyedül vagy a saját kis fejedben, és akkor bírsz te nagyon-nagyon okos vóni, hiszen nem kapsz semmiféle olyan külső idióta megerősítést, mint amikor ezek az emberek így betömörülgetnek ilyen tömegekbe. Tehát azt gondolom, hogy paradox az, amikor azt mondjuk, hogy többségben az erő, mert többségben a hülyeség. Tehát az erő az gyakorlatilag hülyeségből tud jönni, hogyha mondjuk azt mondod, hogy 10 000 ember neki megy a falnak, ledől a fal. Oké, de abban a 10 000-ből 2 000 meghal, mert összetapossák egymást, de a fal ledőtt, érted? Sokkal nagyobb esélye dől le a fal, mint hogyha egyedül elő menni, azt ledöntenéd. De alapvetően le kell dönteni ezeket a falakat, meg alapvetően kell mindig mindenért mindent nyomni. Kell. És azért kell, mert az emberek úgy önmagukban nem érzik jól magukat. És azért nem érzik jól magukat az emberek, én magamból tudok kiindulni, tehát én most csak azt mondom, hogy az én fejemben mik vannak. Szóval lehet, hogy ti rohadtul pont nem így gondolkodtok, mert sokkal okosabbak voltok, mint én, de szerintem valljuk be, hogy nem biztos. Hogy én azt tudom, hogyha minden rendben van körülöttem, és kinézek az égre, és azt mondom, hogy gyönyörű, és beszívom a levegőt, és azt mondom, hogy nagyon egészséges, és azt mondom, hogy olyan műsorok mennek a tévében, amivel egyet is értek, és virágoznak az izék. Na, én amikor toltam ezt a buddhista dolgot 2 éven keresztül nagyon,
akkor én ebben az állapotban voltam. Ám de mi van ekkor? Ilyenkor az ember például mezitláb jár, az esőben fürdik, és örül, mindennek örül. És akkor mi fogja őt motiválni abban, hogy dolgozzon? Oké, mi a fasznak dolgozni, amúgy tényleg, hát kurva király, sétálgatni a tengerparton, nézelődni, simogatni a delfineket, baszott király. Csak az van, hogy kurvára sokan vagyunk itt ezen a bolygón, érted? És ahhoz, hogy itt legyen bármi is, mondjuk főleg étel az asztalon, ahhoz embereknek el kell végezniük a dolgokat, mondjuk a cipőgyárban. Nem azért, mert cipőt eszik, hanem azért, mert ő legyártja a cipőt, amit aztán eladnak, amit aztán kifizetnek a munkásnak, ami munkás vesz bőle kenyeret. Ahogy a kenyérnek az ára van, ezért a kenyeret is le kell gyártani egy másik iparágnak, oda is fel kell venni embereket. És gyakorlatilag minden arról szól, hogy az emberiség, mint létforma, oké, élni jó, de ebben a korszakban, ebben a világban, amit már felépítettünk magunknak, meg ami felé egyre jobban haladunk, vannak szép pillanatok. Vannak tök jó dolgok, tényleg, szexelni, nem tudom, meginni egy jó piát, megnézni egy jó filmet, tök jó, de ezek igazából csak időtöltések azért, hogy optimalizáld azt a szart, ami egyébként meg körülvesz, amit egyébként meg magadnak generáltál, azért, hogy életben maradhass. Nem, semmiféle szuicid hajlamom nincs, semmiféle depresszió most, hál' Istennek. Egyszerűen csak próbálom logikusan végigkövetkeztetni azt, hogy egy olyan életforma, ami a saját maga létezésében, mint úgy, egyszerűen nem bír létezni. Mert nem bír, az csak a szenvedésében tud létezni. Az akkor viszont érdemes lenne elgondolkodni ezen, és azon, és azt elfogadni, hogy ebből a düböl, ebből a frusztrációból, ebből a szarból, ebből a posványból merítünk erőt. Ebből van minden. Ebből van a tévé, ebből van a kamera, ebből van ez a szar, ebből vagy te, ebből van minden. Én elfogadtam azt, hogyha nekem nem fáj a hasam, és olyan projektjeim vannak, ami így átmegy, és nem érzem jól magam. Akkor sem érzem jól magam, hogyha minden szarul megy. Viszont abban az esetben, ha minden szarul megy, és mégis a projekt végén megkapom a kis pénzem, akkor azt a pénzt olyan örömmel költöm el, és annyira boldog vagyok attól, hogy veszek valamit. Szerintem az embereknek egyre többet kell szenvedniük ahhoz, hogy egyre jobban értékeljék azokat a kis pici dolgokat, amik megszüntetik a szenvedésüket. Ezeket a dolgokat egész jól be lehet árazni. Ezekből a dolgokból mások egész jól élnek. De mondom, azok élnek jól, akik belefosnak ebbe az egészbe. Oké, tegnap végül is csak lemerült a kamera, de szerintem jól is tette, mert hülyeségeket beszélek. Ma összevágtam a múlt heti vlogot, ami nektek múlt heti, nekem meg ugye. Nem, nektek faszom tudja mindegy. Egyszerűen csak nyilván vannak olyan dolgok, amik éppen akkor úgy érdekelnek, meg éppen akkor úgy mozgatják az agyamat, és akkor, hogyha leülök egyedül egy kamera elé, vagy akárkivel leülnek beszélgetni, akkor valószínűleg ez jönne föl, mert ezt akarom kitárgyalni, kiadni magamból, de ez nem okítás, nem arról szól, hogy én itt bárkit is befolyásolni akarjak, hanem ez, mint mondom, mint egy ilyen virtuális pszichológus, akinek így elmondom, és miután elmondtam, király, kész, nem az én agyamban van, faszaság. Mennem kell egy meetingre, ami ilyen, hát nem tudom, hogy hívjuk ezt, ugye vannak a kick-offok, vannak a chemistry meetingek, vannak a kick-offok, ez most egy ilyen megbeszélő, átbeszélő, ilyen tanulságokat levonós sztori, amin egyébként megbeszéljük valószínűleg a következő etapokat. Nem tudom, mit akartam mondani, teljesen rá vagyok most függve a VR-esekre. VR the VR. Tök királycsávók, imádom őket, olyan kretének. De most valahogy a kretén időszakomat élem, tehát hogy viszonylag sokszor kell játszanunk az agyunkat ugye az életben. Ugye hát tárgyalás, vannak olyan események, ahol reprezentálni kell, ott az ember visszafogja magát, és csak akkor, amikor már a társaság nagy része részeg, akkor kezdesz el te inni, és akkor tudod arra fogni, hogy jól, bocsod, de mindenki részeg, akkor én is részeg vagyok, és akkor oké. De úgy alapból nem vagy kretén, tehát úgy alapból azért visszafogod magad. Én mondjuk alapból sem vagyok kretén, de néha úgy jól esik. Tehát néha kurva jól esik parasztul beszélni, meg néha azért úgy jól esik mindenből poént csinálni, meg,
meg nem tudom, ilyen idióta fasz módon élni. Mert egyszerűen, mert szórakoztató. És tök jó, amikor olyan embereket nézek akárhol, színpadon, tévében, YouTube-on, moziban, bárhol, aki mondjuk az a karakter, az így elengedi magát, és így azt csinálja, ami éppen akkor a fejében van. Viszont ezek ugye csak karakterek, tehát általában mindenki meglepődik azon, hogy jöjj, mit tudjuk, van ilyen kretén karakter, hogy jéte egyébként intelligens, hogy az életben, vagy mondjuk van egy olyan, aki a nem tudom, filmvásznon, ő a Rambo, aztán utána kiderül, hogy egyébként meg egy buzi, most nem azt mondom, hogy Sylvester Stallone buzi lenne, de hogy így, szóval, hogy vannak ilyenek, amikor így nem egészen ér össze a valós karakter, meg a kitalált karakter. De éppen ezért nagyon jó a színészkedés, meg éppen ezért nagyon jó az, hogyha bele tudsz bújni másnak a bőrébe. És éppen ezért nagyon jó volt például Chriselkedni, mert ott én tudtam, hogy én ott kiengedem magam, és elmondom azt úgy, ahogy én azt gondolom és szeretném, de hát nyilván nem tehetem így, meg nincs annak helye, az rossz, fúj, az gáz, vah. Baromira szeretném azt, hogyha az emberek olyanok lennének, hogy átlátnak mindenen, és tudják, hogy mivel akarják őket megvezetni vagy terelni. De azt is tudom, mint ahogy elmondtam, hogy ez működteti a világot, pont ez a tudatlanság, és pont ezt nem szabad letörnie senkinek. Nincs is esély amúgy, de hogy azért túltoltan nem is kell rá törekedni, mert egy, nem fog sikerülni, kettő, légy színe. De hogy ez is benne van ám ebben a frusztráltságban, amit próbáltam kifejteni, hogy mivel emberek csinálják az ő arcukkal, az ő nevükkel, az ő csatornájukon, ezért teljesen obvious, hogy ők, ezek ők. Ami kijön a szájából, az ő. Az minden esetben ő. Szex közben is így viselkedik, meg a templomban is így viselkedik, meg majd az esküvőjén is így fog viselkedni. Ez nem így van. Az ember a saját csatornáján, a saját nevével, a saját arcával csak akkor viselkedik így, hogyha látja a kis piros pöttyöt villogni a kamerán. Ha nem villog a piros pötty, vagy nincs élőadásban, akkor az ember általában nem ilyen. Ismerek olyan embereket, akik ilyenek. Kamerán kívül és kamerán belül is, és szórakoztatóak. Viszont ott nagyon ritka esetben van az, hogy az életben is egy olyan karakter, ami aztán abból műsor csinálva is megél. És nem kell túltolni, nem kell változtatni, az ő olyan, mint ő maga, csak gyakorlatilag dokumentálni kell őt. És nagyon-nagyon ritka, hogyha ez a karakter egyébként szerethető annyira, hogy egyébként ne verjék össze az utcán. Főleg egyébként Közép-Kelet-Európában, ahol tényleg mindenért beszólnak. Tehát én most, ugye csináljuk ezt a műsort, olvasom a kommenteket, hát bazd meg. Az a helyzet, ez egy másik ilyen dolog, amit érdemes szerintem fejben elrakni, hogy amit egy képernyőn keresztül látsz, az esetek 99%-ában nem a valóság, és jó is, hogy nem a valóság. Hanem annak valami célja van, szórakoztatni szeretne, elgondolkodtatni szeretne, érzelmeket szeretne átvinni, amire úgy az ember a hétköznapi karakterével nem biztos, hogy képes. A maradék 1-2% azok a hülyék, akikről az előző heti cuccban beszéltem, akik önmagukban is tisztelmebeteg, degenerált barmok, és ráengedik magukat a képernyőre, és ugyanazt hozzák, mint az életben, és velük se az életben, se a képernyőn nem kéne találkozni, mert bazd meg, mert fúj, mert gáz. A VRS-ek sem ilyenek, gondolom, az életben, de amit csinálnak a neten, az valami elképesztően kibaszott gúrvára szórakoztató, és nagyon-nagyon csípem őket, és ilyenkor mindig elgondolkodom, hogy bazd meg, bárcsak én is tudnék ennyire szórakoztató módon játszani, mert akkor azért csinálnék én is egy gaming csatornát, ugyanis ki a faszt érdekel? Régebben tartottam magam az ilyenekhez, hogy komoly ember ilyet nem csinál, meg különben is, meg áll. Most csak úgy jövök le, hogy hello, baszottul rövid az élet, és mint láthatjátok, eléggé fájdalmas. És nagyon sok ember bejelentkezik arra, hogy még fájdalmasabbá tegye mindenkiét, úgyhogy azt érdemes azt csinálni, amit az ember úgy amitől jól érzi magát, és ami nem romboló, hanem mondjuk inkább építő és szórakoztató. Na csókolom, elmondom mi van.
Azt hiszem, hogy kurvára felfáztam. Nálam ezek a mindenféle ilyen megfázós szarok, ezek úgy jönnek ki, hogy hát nyilván az embernek a leggyengébb részén, nekem meg ugye az emésztésem, tehát a bélrendszerem a leggyengébb. Így gyakorlatilag az kerül iszonyatosan durván gyulladásba, és hát olyan fájdalmakat okoz, mintha egyébként emésztési problémám lenne. Tehát viszonylag későn derül ki, hogy én megfáztam, kb. Akkor, amikor már így az arcom is, meg a torkom, meg mindenem. Azért nyilván nekem sokkal több közöm van még mindig a reklámokhoz, mint az amúgy bármiféle művészeti alkotáshoz. Ezért amikor arról van szó, hogy én melyik iparágban vagyok jelen, akkor hát reklámos. És én mindig kiállok a reklámokért, mert azt gondolom, hogy hozzáértő emberek csinálják, hát az esetek többségében igényesen, a tévére. Interneten nagyon nem, tehát interneten azért tehát éppen ezért engem nem zavarnak a reklámok. Interneten viszont nagyon, tehát ez a fajta igénytelenség, meg ez az undorító fos. Hát tudom, rengeteg felkérést kapok olyan cégektől, olyan megrendelőktől, akik már azért a briefbe beírják, hogy minket nem érdekel, ha szar. Itt van a múlt heti, hát a srác eltűnt, mert nem fizettük ki. Na most így kösz, várnak választ az e-mailre? Tehát, hogy lehet tudni, hogy miért olyan kalaphulladék fos szar, amit ők előállítanak. Annál a cégnél dolgoztam, akik még csinálták a CBA-nak a Kasszás Erzsi kampányát, és akkor én is abban ott részt vettem, hogy ott voltunk, ott még volt ilyen krízis meeting is, amikor kijöttek az első kritikák a cucca kapcsolatban. És hát egyfelől ugye a reklámozók azok úgy vannak vele, hogy ment a márkák, hogy amíg az emberek beszélnek róla, addig is ingyen a reklám. Én ezt nem feltétlenül gondolom így, de hogyha így állnak hozzá, az még a jobbik, mint az, amikor mindent kiherélnek. Hát egy ilyen kibaszott nagy hype, de reklám etikai szempontból nem volt annyira sértő, illetve hát igazából csak az volt, hogy nem illik ilyet csinálni megrendelőnek, mert ez olyan, mintha izomból pofá rúgnád, és nem tisztelnéd. Aztán kiderült, hogy itt igazából ez volt a brief, tehát igazából megfelelt mindennek, csak külső szemlélőnek ez olyan fura volt. És akkor ezt meglovagolva lett ugye a következő karakter az Icuka, ahol már az volt, hogy toljátok még túlabb, és legyen bazd, meg szedjétek le az eget. Csak eljutottunk arra a szintre, hogy most már Icuka most már letiltódott, mert hogy rájöttek arra az okosok, hogy hát itt csöccsel lehet eladni. De most ez igaz, ez egy másik dolog, hogy ez már nem az a cég, ahol én voltam, tehát most már duplán is szíthatom őket. Nem akarom őket szídni, ez egy nagyon jó hozzáállás egyébként, hogy butítsuk le a reklámokat a célpiacunk szintjére, mert hát most tök őszintén a CBA-ban milyen emberek járnak, de mondjuk a Tesco-ba is milyen emberek járnak, tehát tök mindegy, nyilván szinte az összes élelmiszerbolt megengedhetné magának ezt a reklámot, mondjuk a Kulinaris nem biztos. De nagyon ritka, hogy ezt bevállalják, nagyon ritka, hogy ezt ügynökségek ennyire túl tudják tolni. Itt már az van, hogy a nők már kiharcolták ezt a MeToo dolgot, meg most már kiharcolták azt, hogy már mindenki, hogy a tévében nem utogassunk olyan dolgot, amit egyébként más műsorokban támadunk, tehát akkor igazából ez a reklám se nagyon legyen, mert ez egy öncélú szexizmus gyakorlatilag. És tényleg az, nincs mit szépíteni. Mert hogy a csávók ott bukták be az egészet, hogy nem tudták, hogy mi a különbség az internet, meg a televízió között. A televíziónál van mindenféle ilyen önszabályzó testület, ORT, mit tudom én, akik azért még mielőtt itt kurvára megszólnák az egész szakmát, meg még bárki is lejáratná őket, előtte azért próbálnak önkritikát gyakorolni. És ez egy jó pont általában. Az a platform, ahol mindent lehet, és mindent kell is, az az internet. Az interneten, én ugye internetre dolgozom, én azt látom, hogy nulla kreativitású emberek, tévés múlttal, a tévés berögződésekkel, hogy jaj, ki kell sípolni mindent, úristen, jaj, nem lehet, ajajajaj. Klasszikus formátumokban gondolkodnak, nem tudnak internetre se reklámot, se tartalmat, se semmit csinálni. Ja, autó, mert hogy el kell hoznom egy kamerát, mert hogy most van ez az a projektem, ami egyébként meg ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon internet, ez az igazi túltolt, a minden, amit az internetből kifér.
ott azt szigorúan úgy van, hogy senki nem fektet bele semmit. Csak is kizárólag kölcsöneszközökből. Ezzel is alátámasztjuk azt a trash-t, hogy ami van, azzal dolgozunk. Amilyen helyszín van, amennyi időnk van, ami összejön úgy. És felvállaltan toljuk, mert hogy deklaráljuk azt, hogy ebben akkor lesz pénz, hogyha a nézők küldenek meg, hogyha a nézők eltartják a műsort. És akkor is csak annyit forgatunk bele vissza, amennyit a nézőktől kapunk, lenne egy forinttal se többet. Maximum, hogyha lennének támogatók, vagy szponzorok, vagy reklámozók, akkor talán, de bevétel nélkül nem investálunk. És még így is kibaszott jó szórakoztató és kurva király fasz a műsort tudunk csinálni, mert van hozzá tökünk, van hozzá szakértelmünk, és van hozzá bátorságunk is. Ez, amit az interneten nem igazán értenek meg, hogy... Vagy ez, amiben a, de ezt már szerintem nagyon sokszor elmondtam, hogy a gyártók ebben nagyon nincsenek, és pont múltkor beszélgettem valakivel, hogy az van, hogy a megrendelői oldal az mondjuk 4 évvel van lemaradva mindennel, az ügynökségi oldal az mondjuk egy olyan 2,5 évvel, a gyártók azok mondjuk ilyen 1 évvel le vannak maradva, mert minél nagyobb a szervezet, minél több emberen kell átfuttatni mindent, minél jobban le vagy terhelve, annál kevésbé tudsz a trendekre rácsatlakozni. És azok az emberek, akik viszont napi szinten tudják nézni a trendeket, napi szinten fogyasztói annak a szarnak, amit egyébként elő is állítanak, azok nagyon képben vannak mindennel. És azok az emberek, ha még ráadásul plusz tehetségesek, akkor meg tudják nézni, hogy a trend miből épül föl, és hogyan lehet elé menni, tehát hogyan lehetsz edgy, hogyan lehetsz olyan, akit majd beér a trend, és akkor te leszel ott elsőnek, és rád fognak hivatkozni a többiek. És akkor ez egy nagyon jó reklám lesz, meg nagyon jó referenciapont leszel mindenkinek. Én referenciapont voltam nagyon sokszor a vlogommal, a mindenemmel, nagyon sokan utánam jöttek és hivatkoztak rám nagyon sokáig, és ez jó, ez fasza érzés. Viszont most merül le ez a kamera, bazzeg, már meg ilyen szihetetlen kell belelni új aksit. Megyünk, megnézzük az új Tarantino filmet, miután elhoztam a kamerát.